a nagy hadseregekben, megjelenik a modern tüzérség. Felgyorsul a tüzérség, a tüzérfegyvernek fejlődése, alkalmazkodik a modern hadügy változásaihoz. Megjelennek a korszerű, huzagolcsövű, hátultöltő, nagy tűzgyorsaságra képes hátrasiklócsövű, védőpajzsal és modern irányzó eszközökkel ellátott lövegek. Minden nagy hadsereg rendelkezik ilyenekkel a világháború kitörésének pillanatában. Három alapvető lövegfajta dominál ekkoriban, az ágyú, a tarack és a mozsár. Lőtávolságú tüzelési módjuk és lőszereik természetesen különbözőek voltak. Nagyon alap meghatározásokkal folytatnám, hogy az ágyú az tulajdonképpen egy hosszú csövű, lapos röppájával tüzelő löveg, űrmérete, itt alapvetően a tábori lövegekre kell gondolni, a tábori ágyukra 7,5 és 15 cm között mozog, maximális lőtávolság ebben az időszakban 7 és 15 km között van. A tarack már egy rövidebb csövű, lapos és meredek röppájával egyaránt tüzelni képes löveg, űrmérete általában 10-15 cm között mozog, maximális lőtávolsága 6-10 km, és itt szintén a távoli tarackokra kell gondolni, amire később évben mutatok, nagyobb űrméretű nehéz ágyúkat, illetve tarackokat is. A mozsár egy rövidebb csövű, meredek röppályán tüzelő, űrmérete lényegesen nagyobb, tehát 21 és 42 cm között mozog, maximális lőtávolsága nagyjából 10-15 km. Ezen a képen láthatjuk az első modern hátrasikló csövű löveget, ez az 1897 mintájú 7,5 cm-es francia távoli ágyút, ez egy gyönyörű múzeumi példány. Következőkben egy osztrák-magyar 14 mintájú 10 cm-es távoli tarackot látunk a képen, valahol az orosz fronton. Egyébként ez a mintájú az azt jelenti, hogy 1914-ben rendszeresítették a haderőben. És a következőben ugye mondhatjuk azt az előadáson, hogy kicsit kapcsolódjon a konferencia témájához, gyakorlatilag az osztrák-magyar hadsereg egy csodafegyveréről beszélhetünk, a 11 mintájú 30,5 cm-es mozsáról, jelen esetben itt az olasz fronton tüzelő állásban láthatjuk. És a tüzérfegyver nem, mint olyan jelentőségéről is ejtsünk néhány szót. A hadseregeken belül az egyik fő fegyvernem volt. Kiemeltem az osztrák-magyar monarchiát, amelynek a hadi létszámát, amelyik kb. 1,2 millió fő volt, egy hatodát, durván 200 ezer főt tett ki 1914-ben a világháború megindulásakor. Szervezeti alapegysége a 4-6 lövegből álló üteg. Jellemző volt, hogy röviddel a háború előtti években a 6 ütegről a 4 üteges, vagy a 6 lövegesről a 4 löveges szervezési ütegekre tértek át. Gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy a nagy háború csatatereit a tüzérség uralta, csatadöntő jelentősége volt, és történetének legnagyobb és leggyorsabb fejlődési szakaszát is 14 és 18 között érte át. A fegyvernemek közötti aránya a kezdeti 16%-ról 35%-ra nőtt 1918-ra, tehát mondhatjuk nyugodtan, hogy több mint duplájára. A tüzérség felépítéséről általánosságban. A fegyvernem legnagyobb löveganyaggal rendelkező részét a távoli tüzérség alkotta. Ez együtt mozgott gyakorlatilag a távoli hadseregekkel a frontokon, lóval fogatolva, vagy ritkábban géppel vontatták. A hegyi és a légvédelmi tüzérség a távoli tüzérségből vált ki. A hegyi tüzérséget általában szétszedhető és málházható formában tervezték eleve, tehát málhásállatokon vagy lovakon szállították. A légi célok ellen bevetett légvédelmi tüzérség ekkoriban kisebb kaliberű ágyúkból állt. A vártüzérség és a partvédő tüzérség lövegei valamilyen erődítményekbe, illetve páncéltornyokba voltak beépítve. És most mindegyikre mutatok egy-egy példát.
Jelen esetben a 1905-8 mintájú 8 cm-es osztrák-magyar távoli ágyút. Gyakorlatilag ez volt a gyaloghadosztályokhoz beosztott tüzérség alap lövege. Az osztrák-magyar 1915 mintájú 7,5 cm-es hegyi ágyú. Ennek a példának a különlegessége az, hogy ezt én magam készítettem a Bécsi Érezgési Hikész Múzeumban, és ez az ágyú a győri ágyúgyárban készült, tehát ennyi magyar vonatkozása van. Jól látható, hogy ezt is ellátták védőpajzsal. Ennek a csöve kicsit tarakszerű, de hivatalosan mégis hegyi ágyú. Az osztrák-magyar légvédelmi tüzéreket láthatunk a következő képen. Gyakorlatilag itt egy pajzs nélküli 8 cm-es távoli ágyút alakítottak át, és jól láthatjuk, hogy egy körbe forgatható talapzaton helyezték el, tehát hogy 360 fokban tudja követni a légi célokat, nevezetesen a repülőgépeket. Következő képen egy páncélkupolában épített műveget láthatunk. Gyakorlatilag ennyi látszott a föld felszínéből, a lövegből, az Alpokban készült valamelyik alpi záróerődben, és itt láthatjuk mindennek a keresztmetszetét, tehát hogy hogyan helyezkedtek el benne a tüzérek, illetve hogyan is nézett ez ki pontosan. Kicsit elcsúszott a távoli tüzérség feladataiból általánosságban. Az ellenség tüzérségének, a tüzérség tevékenységének megakadályozása, a gyalogság és lovasság, mint két fő fegyvernem harcának a támogatása volt a feladata. Támadásban az ellenséges tüzérség ténykedésének a bémítása, az ellenfél lövészárkainak és élőerejének a pusztítása, tehát a támadó gyalog, a saját támadó gyalogságnak a tűztámogatása volt a feladata. Védelemben az ellenség rohamának elhárítása, az ellenfél tüzérségének megsemmisítése. A mozgóháború időszakában, értsük ez alatt 1914 őszét, tulajdonképpen a 14-es év végéig, még közvetlen irányzással tüzeltek a látható célokra. Az állásháború kialakulása, tehát 1915 elejétől kezdve már általában közvetett irányzást alkalmaztak, magyarul, amikor már a célok nem voltak láthatóak. Következő képen egy orosz 15,2 cm-es távoli tarackot látunk. Ez a kép valamelyik szabadtéri múzeumból származik, egy viszonylag jó állapotban lévő lövegről van szó. Ezen a képen ismét orosz tüzéreket látunk, egy 1909 mintájú 12 cm-es Krupp tarackkal, mert érdekes módon azért a német hadipar az olasztól elkezdve egész az oroszon át a román és bolgár hadseregig mindenhova szállította saját lövegeiből. Következő képen egy osztrák-magyar 3,7 cm-es gyalogsági ágyút látunk. Nagyságát tekintve nem igazán mondhatnánk ezt ágyúnak első ránézésre. A kalibere és műmérete is erre utal. Gyakorlatilag ez közvetlenül a gyalogság harcának a támogatására, tehát az első vonalban használták általában pontcélok leküzdésére. Tehát nem élő előerlen, hanem kisebb erődök vagy fontosabb támpontok leküzdésére. Ezen a képen egy brit 11,4 cm-es tábori tarackot látunk a nyugati fronton a lövészárokban. Következő képen egy 7,5 cm-es német tábori ágyú tüzelés közben szintén a nyugati fronton. Felhívom a figyelmüket, tehát hogy ez valószínűleg még 1914 vagy 15 elején készülhetett a kép, hiszen még a hagyományos régi csúcsos sisak látható a német tüzéreken. Következő képen egy 28 cm-es német nehéz tarackot látunk tüzelés képben. Sajnos ez nem egy nagyon jó kép, de azért láthatjuk a méreteket, illetve az, hogy ez mekkora erőt képvisel.
Következő képen egy brit 7,6 cm-es ágyút látunk, amint a tüzérek próbálják kivonszolni a valahol Flandriában a sárból és tűzkész állapotba hozni. És általánosságban beszéljünk a tüzérség fejlődéséről a háború során. Elmondhatjuk, hogy az első világháború kezdetén a szemben álló felek közel azonos teljesítményű lövegekkel bírtak. 1918-ig természetesen a tüzértechnika tovább fejlődött. Az alacsony röppályával tüzelő ágyúk a fedetten, lövészárokban ereszkedő ellenséget, illetve célokat már nem tudták megsemmisíteni. Új típusú tarackokat kellett ezt gyártani, amelyek 1918-ban a lövegeknek már a 40-50%-át tették ki. A szemben álló felek, tehát most értezalta az Antant és a központi hatalmak hadseregeit, a lövegeinek száma körülbelül összesen 80 ezer volt, tehát ennyi löveget gyártottak az első világháború során. Javították természetesen a gyalogsággal és a lovassággal történő együttműködést is. Elmondhatjuk, hogy a háború kezdetén a támadó hadműveletekben harcvonal kilométerenként 20-50, 1918-ban már 150-200 löveget alkalmaztak. A gyalogság rohama előtti tüzérségi előkészítés, ami ugye a lövészárok harcnak a sajátja volt, a központi hatalmak részéről általában csak pár órás volt, Antant részéről általában több napos. Ez egy felfogásbeli különbség volt. Nyilvánvalóan központi hatalmak hadipara nem volt képes olyan mennyiségben előállítani a lőszert, mint az Antant, és ez ebből is fakadt. Tehát nagyon spórolni kellett jobban a lőszerrel. Következő képen az angliai Woolwich Arzenálban történő löveggyártást kapta el a fotós egy pillanatképen. Azért jól láthatók ezek a hatalmas méretű lövegcsövek, amiket itt láthatunk a dalon, illetve a állványokon. Sajnos időjel miatt nem találtam olyat, gyakorlatilag a Skoda művek gyártósora is nagyjából hasonlóképpen nézett ki ebben az időszakban. És most ejtsünk szót egy kicsit a technikai változásokról is. A távoli lövegek lőtávolságát így 6-7 kilométerről általában 10-15 kilométerre növelték, a tűzgyorsaságokat pedig 4-6-ról 10-15 lövésre percenként. A nehéz lövegekkel 2 percenként először csak egy, majd a háború végére már percenként 2 lövést tudtak leadni. Az irányzó eszközök is sokat fejlődtek. A nehéz tüzérséget, ez általában 15 cm-es űrméret felett beszélünk erről, a legtöbb hadseregben már gépekkel mondhatták. Itt most láthatunk egy 31 cm-es olasz nehéz tarackot valahol az olasz fronton, azért felhívom a figyelmüket, hogy azért állítottak ide egy szuverenis puskával felszerelt őrt is, tehát azért egy komoly értéket képviselt egy ilyen nehéz löveg. A következő képen egy brit 20 cm-es nehéz tarackot látunk vontatás közben, tehát itt azért a hadseregek motorizálására is sor került menet közben, tehát itt elsősorban nyilván a legfontosabb feladatuk többek között a nehéz lövegek vontatása, mozgatása volt. És most ejtsünk sót külön az Osztrák-Magyar Monarchia tüzérségéről is nagyon röviden. 1914-ben, amikor a háború kitör, mind számban, mind minőségben, általánosságban elmutatjuk, hogy az európai nagyhatalmak átlagától le volt maradva a monarchia. A modern és a legnagyobb számban gyártott lövegtípusai itt sorolom fel, az 1905-8 mintájú 8 cm-es távoli ágyút, amiről már láttunk egy képet, az 1914 mintájú 10 és 15 cm-es távoli tarackokat, a 15 mintájú 7,5 cm-es hegyi ágyút, amiről már szintén mutattam egy képet, ott a 10,4 cm-es távoli ágyú. Sikeres konstrukció volt még a 16 mintájú 10 cm-es hegyi tarack, valamint a 11 és az 1911-16 mintájú 30,5 cm-es mozsár is.
Monarchia háború alatt összesen 15, körülbelül 15 ezer löveget gyártott, tehát azért ez egy elég jelentős szám. A Monarchia tüzérségének átalakulásáról röviden annyit érdemes elmondanunk, hogy 1914 végétől, tehát az állásháború kialakulásától kezdve egyben egy nagyobb teret nyertek a tarackok, illetve a mozsarak. 14-ben a Monarchia tüzérségi lövegeinek 81%-át a tábori elvük tették ki, 15%-át pedig a tábori tarackok. A tábori elvük és a tarackok aránya 3 az 1-hez volt, és itt láthatjuk, hogy Németországban 2 az 1-hez, tehát jobb volt az arány, Angliában ugyanilyen arányban szerepeltek. És 18-ban ez az arány megfordult pont az ellentétjére, 1 a 3-hoz volt. A nagyobb áttörési hadműveletek során itt a 1915 május elejé Gorlicei áttörést, vagy 1917 október végi Caporettói áttörést érdemes elsősorban megemlítenünk. Osztrák-magyar tüzérség döntő szerephez jutott a sikerek kiaknázásában. Tehát azért a tüzérségi előkészítés, illetve a hadműveletek lefolyása azért ezt mindenképpen feltételezte. A következő képen egy 1914 mintájú 30 és feles mozsarat látunk az olasz fronton szállítás közben. Tehát gyakorlatilag azért mi sem voltunk lemaradva a britekhez képest, hiszen azért a 30 és feles mozsarnak a egyes részletet, a csövet, a talpat és a többi részét is már nem fogatolva nyilvánvalóan a súlyára tekintettem, hanem gépfontatással oldották meg. A következő kép egy 1915 mintájú 10,4 cm-es ágyú táboráról, szintén én magam készítettem, és ez a itt látható egyébként talán nem ilyen messzire nem olvasható, de ez biztosan egy győri ágyújjárban készült szintén, tehát ha úgy tetszik, akkor mindenképpen magyarnak tekinthető. Azért a méretekből itt is látszik, hogy ez egy nagyon komoly haditechnikai eszköz volt a maga korában. A következő képen egy 14 mintájú 15 cm-es osztrák-magyar tábori tarackot látunk tüzelés közben. Ez gyakorlatilag szinte csak a picit a méreteiben, illetve az űrméretében tért el a 10 cm-es tarackról. És most ejtsünk szót a tüzérségi lőszerekről is. A Monarchia összesen 72 millió darabot gyártott a háború során. Ezeknek a fő típusai a shrapnel alapból, amely gyakorlatilag rohamozó élőerő ellen vetettek be főként. A gránát, amelyből ugye a repesz és a romboló gránátot különböztetjük meg. A vegyi lövedékek, ami gyakorlatilag itt a gázlövedéket fedi le, a ködgránátok, világító shrapnel és a kartács, ami gyakorlatilag a tüzérség önvédelmére szolgál, tehát ezt gyakorlatilag már akkor alkalmazták, hogyha egy 150-250 méteren belül már a tüzérütegeket támadás fenyegetett, tehát szintén élőerő ellen. Érdemes egy összehasonlítást tennünk, hogy a hegyi lövegek lövedéke nyilván itt a kisebb kaliber miatt kb. 5 kg volt, a tábori ágyúk ilyen 6,5-7 kg, a várlövegeké pedig az 5 kg-tól egészen 150 kg-ig a kaliber nagyságától függően. És a következő ábrán szeretném önöknek bemutatni a osztrák-magyar tüzérségnek a lőszereit. Itt fent látjuk a repeszgránát, szerkezeti rajzát, itt a rombológránát, szerkezeti rajzát, ez gyakorlatilag a kartácsnak a rajza. Itt láthatjuk gyakorlatilag ezeket a pici rombológokat, ami szinte megegyezett a shrapnelben lévő golyókkal. És akkor ez szétrobban, gyakorlatilag ezek a kis golyók voltak azok, amik élő erő ellen, tehát nagyon veszélyesek voltak, hiszen a leírásokból tudjuk, hogy gyakorlatilag ezek a kis golyók ilyen 2-3 centis deszkát simán átütöttek, tehát ilyen erővel hatoltak be az ellenséges katonák testébe is. És nincs más hátra, mint hogy megköszönjem a megtisztelő figyelmüket.